Vármegyei közgyűlés, pénzügyi és fejlesztési kérdésekről döntöttek a képviselők. Közös ünnep, városi és vadásznapot tartottak a hétvégén Ibrányban. Helye húja vigalom, első alkalommal tartottak lakodalmas fesztivált a Múzeumfaluban. Újabb határmenti együttműködési programokban vállal szerepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat, ezért is volt szükség az idei évre vonatkozó költségvetés módosításra, amelyet keddi ülésén fogadott el a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke az ülésen bejelentette, a vármegyei önkormányzat 23 millió forintos kormányzati rezsitámogatásban részesült. A képviselők elfogadták azt az előterjesztést is, amely szerint az önkormányzat kiáll az országgyűlés békepárti határozata mellett. Utolsó tavaszi ülését tartotta kedden délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés a Vármegyeháza dísztermében. A képviselők összesen 14 napi rendi pontot tárgyaltak. Elfogadták többek között a tavalyi év költségvetésének zárszámadását, és döntöttek az idei évre vonatkozó büdzsé módosításáról is. A 2022. évi zárszámadás azt állapította meg, hogy a önkormányzat költségvetése szabályozott és tervezhető keretek között zajlott. Ez ezekben a háborús időkben különösen megnyugtató számunkra, hiszen ez még ugyan a 2022-es év, de már rányomta a bélyegét a Covid járvány és minden egyéb olyan probléma, amit mindannyian jól ismerünk. A 23. évi költségvetés módosítása pedig a szokásos módosítások miatt került sor, azért, mert különböző projektekben tudunk szerepet vállalni, határmenti együttműködési programokban és hazai fejlesztési projektekben, ezért szükséges a 23. évi költségvetés módosítása is. A közgyűlésen a vármegye közúthálózatának állapotáról és a közeljövő fejlesztéseiről adott tájékoztatást Óvári László, a Magyar Közút Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. A témával kapcsolatban Veres János szocialista képviselő kifejtette, mi hamarabb forrást kell találni a Máté-Szalkát és Debrecent összekötő 471-es főútvonal leromlott szakaszának felújítására és a vállai határátkelőhöz vezető út korszerűsítésére. Olyan elhanyagolt, gyenge minőségű útjaink vannak a megyében, amelynek a felújítására nagyon gyorsan sort kell keríteni. Én ebben a 471-es számú főút bizonyos szakaszait beleértem, ami Máté-Szalka és Debrecen között bonyolítja a forgalmat, illetve hát sajnos több mint 20 évvel ezelőtt jött létre az a összeköttetés Romániával, a román határig felújított úttal, amely vállai határátkelőjét jelenti, és ez az út elhasználódott a 20 év alatt. Én már több éve mondom annak az útnak a felújítási szükségességét. Itt sajnos egy nagyon rövid szakasza jelent meg ebben a bizonyos előterjesztésben, és én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy hát ne valljunk szégyent a szomszédországhoz képest, most óvatosan fogalmazva, mert Romániában felújították már ezt az utat azóta, mióta a határátkelőhely megnyílt. Ezt is fel kellene újítani, lényegében teljes hosszában. A közgyűlés egyik legvitatottabb napirendi témája volt az orosz-ukrán háború. Az egyik előterjesztés ugyanis arról a kezdeményezésről szólt, mely szerint a vármegyei önkormányzat is kiáll az országgyűlés március végén hozott békepárti határozata mellett. Bár nem minden jelenlévő voksolt a határozat tervezetről, a képviselők többségi szavazással elfogadták azt. Komoly polémia alakult ki a előterjesztés kapcsán. A polémia nem a országgyűlési határozat javaslat támogatásáról szólt, hanem az ukrán háborúról, ukrán-orosz háborúról, az ezzel kapcsolatos megközelítésekről. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen komoly polémia alakul ki az ügyben, ha bár gondolhattuk volna, hiszen olyan kérdésről van szó, amely a minden családot súlyosan érint rezsi számlákban, hogy csak a legkézzelfekvőbbet említem, de hát naponta halljuk a híreket a szomszédos országból, ez mély aggodalom eltölt el mindenkit, mindenki kifejezte a vágyát a béke mellett, az országgyűlési határozati javaslatot viszont nem mindenki tudta támogatni, ezt sajnálom, de többségi szavazással azt is elfogadta a vármegyei közgyűlés. Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője azt mondta, mielőbb létre kell jönnie a felek közti békének, de feltételekkel. Hangsúlyozta, a szomszédos Ukrajnának garanciát kell vállalnia arra, hogy helyreállítja a kárpátaljai magyarság és más kisebbségek jogait.
Ukrajna részéről nyilvánvaló, hogy az én személyes tapasztalataimra hivatkozva ismét, azt meg tudom állapítani, hogy nem bánik megfelelő módon Ukrajna a területét képező és az állampolgárait képező és ott élő nemzeti kisebbségekkel. Ukrajnát én merem úgy nevezni, hogy egy mozaik állam. Nagyon sok kisebbség él, magyar, ruszin, lengyel, orosz és sok mindenki más él egymás mellett. Ukrajna viszont és az ukrajnai törvényhozás most már évtizedes hagyományokkal meggyalázza és megalázza az területén élő kisebbségeket, tehát Ukrajnának vállalnia kell, hogy a kisebbségek jogainak helyreállításával és az emberi méltóság biztosításával megőrzi az államiságát és tiszteletben tartja minden ott élő kisebbség jogait és elvárásait. A keddi ülésen Sezták Oszkár bejelentette, az előző héten 23 millió forintos kormányzati rezsitámogatást kapott a vármegyei önkormányzat, amely jelentős segítséget nyújt a stabil gazdálkodásban és a vármegyeháza működtetésében. A közgyűlés a tervek szerint június 29-én tartja a következő rendes ülését. Csak nem 280 millió forintból szerzett be új mezőgazdasági gépeket és hozott létre új képzőközpontot az Északi Agrárszakképzési Centrum Tiszabercelen. A várakozások szerint az eszközöknek köszönhetően még hatékonyabb lehet a tanulók oktatása. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára az átadó ünnepségen arról beszélt, hogy kiemelten jó döntés volt az agrárszakképzési centrumok létrehozása. Az ágazat fejlesztésére fordítható források az előző uniós ciklushoz képest csak nem 300 milliárd forinttal emelkedtek. Kertészeket, gazdákat és mezőgazdasági gépészeket képeznek a Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskola Tiszabercelli tagintézményében. Ez az oktató munka válhat hatékonyabbá a jövőben ezeknek az eszközöknek, és például ennek az önjáró traktornak köszönhetően. A mezőgazdasági gépeket és az ahhoz kialakított raktárhelyiséget egy több mint 270 millió forint értékű Európai Uniós pályázat keretében szerezte be és alakította ki az intézmény. Az eszközbeszerzés az a precíziós gazdálkodáshoz illeszkedő John Deere erőgépet, 6155R típusú John Deere erőgépet jelent, és ehhez illeszkedően magágyelőkészítő, kultivátor, műtrágyaszóró, illetve rövidtárcsa került beszerzésre, valamint ezeknek a tárolására egy 455 négyzetméteres csarnok, éppen ahol állunk, ez szolgál. Tulajdonképpen ezzel azt igyekszünk biztosítani, hogy ezek a nagyértékű gépek minél tovább szolgálhassák a szakképzés céljait. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár is érdeklődéssel tekintette meg az új gépeket. Az Agrárminisztérium politikusa arról beszélt, már most látszik, hogy jó döntés volt 2020-ban az Északi Agrárszakképzési Centrumok létrehozása. Hozzátette, az ágazat fejlesztésére fordítható források az előző uniós ciklushoz képest csak nem 300 milliárd forinttal emelkedtek. Nekünk az a célunk, hogy ezek a diákok, akik a jövőt jelentik számunkra, és most kicsit hiányoznak is, mert gondolom az iskolapadban ülnek, ők megtanulhassák azokat az eszközöket, amikkel valóban versenyképesen léphetnek ki a piacra. Számunkra fontos az, hogy ők ne egy olyan tudást vigyenek el, ami 30 éves. Ugye a mezőgazdaság és az agrárium egy folyamatosan fejlődő iparág, és azt is látjuk, hogy a háború, a Covid felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos is. Ugye a Covid alatt láthattuk, hogy rendkívül sokan elkezdtek például akár balkonokon is paradicsomot, paprikát ültetni, de sokaknak fogalma nem volt, hogy ezt hogyan kell. Na itt megtanulhatják, és ezt a tudást továbbadhatják, és megmutathatják azt, hogy Magyarország képes az önellátásra. Az új eszközöket a Tiszabercelli telephelyen a Lippai János Technikum és Szakképző Iskola mellett az Északi Agrárszakképzési Centrum másik 9 intézménye is használni fogja a jövőben. A tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket fog össze és támogat szakembereket immáron 12 éve a Szatmári Kistérség Tehetségsegítő Tanácsa. A 2011-ben megalakult szervezet számos programmal segíti a fiatalok kibontakozását is a térségben. Most a szakmai kapcsolatok építésében támogatták a diákokat. Csapattársaimmal megyei első helyzetet lettünk. A Szatmári Múzeum szekérgyűjteménye a mi ajánlásunkban került be a megyei.
céljaikat, eddig elért sikereiket foglalták össze ezek a különböző területeken jeleskedő fiatalok Máté Szalkán az Esze Tamás gimnáziumban. A diákok nem csak kortársaiknak, hanem egy szakmai közönségnek is bemutatkoztak. A rendezvényt a járványidőszak kivételével minden évben megszervezi a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács. A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2011-ben alakult Máté Szalkai iskolák, intézmények, szervezeteknek a bevonásával. Azóta jelentős átalakuláson ment át, mert van, aki már kevésbé aktívan vesz részt a tevékenységünkbe, mások, főleg a tankerülethez tartozó iskolák közül pedig egyre többen bekapcsolódnak a munkánkba. A tehetségsegítő tanácsoknak az elsődleges feladata az, hogy egy adott régióban összefogják a tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket és szakmai segítséget nyújtsanak számukra. Elsősorban azért, hogy egymástól a jó gyakorlatokat átvegyék, megismerjék egymás tapasztalatait, és ezekből tudjanak profitálni a tehetségek érdekében. A szakemberek szerint a térségben kiváló oktatási intézmények és pedagógusok segítik a tehetségek gondozását. Már az óvodában felfigyelnek az óvónők azokra a gyerekekre, akik kortársaiktól eltérő módon fejezik ki magukat, akár szóban vagy rajzban. Ugye azt szokták mondani, hogy a zenei tehetség az egyik olyan tehetség, ami leghamarabb jelentkezik, aztán a matematikai tehetség, és én úgy gondolom, hogy az általános iskolákban is minden pedagógus kiemelt feladatának tekint, és ugyanígy a középiskolákban is. És különösen fontos szerepet kap most az elmúlt időszakban, és nekünk is volt már egy ilyen rendezvényünk Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, ahol a szakképzésben tehetséges diákoknak a helyzetéről beszélgettünk, hogy végül is egy jó szakember, egy jó szakmunkás, az nagyon fontos, hogy a maximumát tudja adni a tehetségének. Akár csak egy gimnáziumi tanuló, aki majd az egyetemen még ezt tovább tudja folytatni, fejleszteni. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A korábban meghirdetett környezetvédelmi plakátverseny legjobbjait díjazták a mentorok. Együtt ünnepeltek a városlakók és a vadászok a hétvégén Ibrányban. Egyrészt 30 éve kapott városi rangot, 10 éve pedig járási központ a település, másrészt a vadászok is szívesen találkoznak és tanácskoznak Ibrányban. Így szervezett közös programot az önkormányzat és a Vármegyei Vadásztársaság szombaton a településen. A vadász himnuszt fújják a fúvósok Ibrány városában. Az ünnepélyes megnyitó után a ligetben folytatódott a program. Az üllők és a kalapácsok szüntelenül dolgoztak a látogató szeme elé tárva a mesterség sajátosságait. A tűznek nem csak itt volt központi szerepe, hiszen a vadásztársaságok sátraiban már javában főttek a vadételek, és kiforróban voltak a jókedvű beszélgetések. Az első és legfontosabb ilyenkor, hogy össze tudunk jönni úgy, ahogy a vadászok, hogy nem a szakmáról kell beszélgetnünk, nem arról szól a dolog, hogy milyen nehéz volt ez az év, milyen nehéz volt vadásztatni, hanem kicsit jól tudjuk magunkat érezni. Akik ide kilátogatnak, azért jönnek, mert vadászias környezetben, vadászok között, barátok között szeretnének eltölteni egy kellemes napot, beszélgetni egy jót, enni a kollégák főztjéből, leülni, kicsit megpihenni, valóban egy kicsit közösséget építeni. Ahogy el is hangzott a színpadon, a régi barátságokat ápolni és kötni újakat. És ezon túl pedig majd a hétköznapok mennek tovább, mindenki teszi a dolgát, aki ebből él, az a vadászattal foglalkozik, aki másból az majd teszi a dolgát a saját szakmájába, de ilyenkor egy kicsit mindenki kikapcsolódik, kiszakad, azt gondolom, hogy olyan, mint egy bármilyen más ilyen rendezvényen. Ibrány 30 éve kapott városi címet és 10 éve lett járási székhely település. Trencsényi Imre elmondta, büszkék Ibrányra és arra, amit az utóbbi időben véghez vittek. A program jelenlegi helyszínét is érintik további fejlesztések, beruházások. 30 éves évfordulóját ünnepeljük a várossá válásunknak, és 10 éves évfordulóját annak, hogy járási székhely település lettünk. Nagyon büszkék vagyunk mind a két évszámra, és úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy megszolgáltunk, megdolgoztunk ezért, és a jövőben is szeretnénk továbbvinni azt a városépítő, városszépítő munkát, amelyet az elmúlt évtizedekben itt megszokhattak az itt lakók.
Úgyhogy rengeteg fejlesztési elképzelésünk van. Ezen a szent helyen, ahol most állunk, itt is sikerült egy komoly pályázati forrás nyernünk, itt is több funkció fog megelősödni, fejlődni. Többek között egy rekordtán futópályát építünk itt a Városliget területén, de okozzebrát is említhetnénk, kamerákat, fásítást. Úgyhogy rengeteg fejlesztési elképzelésünk van, és mindent meg fogunk tenni azért a jövőben, hogy ezt a központi szerepkörünket megerősítsük és megtartsuk. Akik csendesebb elfoglaltságra vágytak, azok átsétáltak a Református Általános Iskola és Gimnázium aulájába, ahol kovácsolt tárgyakból és Szanyi András festményeiből tekinthettek meg egy rögtönzött tárlatot. Előzetes letartóztatásba került az a 31 éves nyírkátai férfi, aki szombaton megfojtotta terhes élettársát. A nyomozás adatai szerint az élettársa kapcsolata megromlott, a nő már többször elköltözött a férfitől. Május 26-án szombaton a sértett egy nyírkátai ismerőséhez szökött. A gyanúsított ennél a háznál bujkált hajnalig, amikor a teraszon beszélgető nőt hajánál fogva elrángatta. Az állapotos asszonyt a férfi végül a falu határában lévő fás területen megfojtotta, fejét letakarta és a helyszínen hagyta. A nő holttestére a helyiek a reggeli órákban találtak rá. A gyanúsított ezt követően gyógyszert vett be, és a rendőrök ugyanezen a napon a déli órákban találták meg egy buzaföld közepén. Nem tudták kihallgatni, ezért kórházba kellett szállítani, kábult állapotban volt ugyanis. Másnap reggel megtörtént a kihallgatása, lényegében beismerő vallomást tett. Az ügyészség azért indítványozza a gyanúsított letartóztatását, mert kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményt követett el, közfelháborodást várt ki az ilyen cselekmény, és tartani lehet attól, hogy szabadlábon megszökne, elrejtőzne a hatóság elől, mint ahogy ezt meg is tette, hiszen az eljárás kezdetén elrejtőzött, elszökött. Döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacus az MB2-es osztályozó első mérkőzésén. A Spari idegenben a Veszprém ellen lépett pályára, és a találkozó 0-0-val zárult. A visszavágót vasárnap 17 órai kezdettel rendezik Kisvárdán, a Várkerti stadionban. A nyolcadik helyen zárza a bajnokságot az MB3 keleti csoportban a Sinyői futballcsapat, az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 16 győzelem mellett 9 döntetlent játszott és 13-szor szenvedett vereséget. A bajnoki címet a BVSC Zugló veretlenül szerezte meg a csoportban. Amikor a Nyíregyháza Spartacus elleni felkészülési meccset játszotta a Sinyő, 20 fordulót követően 20 ponttal a 17. helyen állt a csapat a keleti csoport tabelláján. Ennek ellenére sem voltak feszültek a klub vezetői és edzői, akik bíztak abban, hogy tavasszal a sérülés után visszatérő játékosokkal elindulnak felfelé a táblázaton. Jól is kezdte a bajnokság második szakaszát az Imrő László Fiumei Viktor páros által irányított együttes, egy döntetlen után 4 győzelem következett. A későbbi bajnok BVSC Zuglótól elszenvedett vereség után megint jött egy 4 meccses győzelmi széria, és akkor már a tabella első felében jegyezték a csapatot. Az idény vége is szépre sikeredett, az utolsó 3 meccsen 9 pontot szereztek kapacináig. Végül elérve a bajnokság elején kitűzött célt, a legjobb 10 között egészen pontosan a 8. helyen zárt a szezont a Sinyő. Így utólag visszagondolva most már nyugodtan kijelentem, hogy tényleg nagyon rendben volt a tavasz, mi végig bíztunk ebben. Végülis arra nem számítottam, hogy ilyen jól fogunk szerepelni, az meglepetés volt. Főleg a tavasz első felébe mondhatom, hogy nagyon nagy skalpokat gyűjtöttünk, akár idegenbe, akár hazai pályán is. Tényleg olyan csapatokat vertünk meg, ahol esetleg elfogadható lett volna simán egy döntetlen is, vagy esetleg például idegen még egy vereség is benne lett volna. De hál' Istennek sokszor bravúrral de hoztuk ezeket a mérkőzéseket, aztán ugye lendületbe jött a csapat, és így a végén egy elég szép 8. hely kerekedett ki ebből. A Sinyő 13 vereség mellett 9 döntetlent játszott, és 16 alkalommal hagyta el győztesen a pályát. A 3 pont megszerzése több alkalommal párosult látványos játékkal. Nekem nagyon sok mérkőzés tetszett, ugye tényleg a Kőrös Ladányt tudnám, ahol nagyon jól játszottunk, és kétszer is vezetett az ellenfél, és nyertünk 3-2-re, vagy például a vége fele a Vasas elleni, egy erős, nagyon erős Vasas 2 elleni idegenbeli győzelem. Viszont ha egyet úgy nagyon ki kellene emelni, nekem a tiszaújvárosi meccset emelném ki, ami nem megbántva a Tiszaújvárost, egy eléggé sima mérkőzésre sikeredett, viszont ott játszott a csapat a legjobban.
A sényői játékosok már a pihenőjüket töltik. A tervek szerint nem lesz változás a kispadon, és nem várható jelentős mozgás a játékos keretben sem. A felkészülést június 26-án kezdi el a zsinórban 6. NB3-as idény előtt álló Sényő. Két súlyos baleset is történt Pünkös hétfőn Nyíregyházán, délelőtt a László utcán ütközött össze két személyautó, délután pedig a Család, Nagyvárad és Orosi utcák kereszteződésében karambolozott egy motoros és egy autós. Utóbbiban a motoros és utasa is megsérült, őket a mentőszolgálat ellátta, majd kórházba szállították őket. Igazi lakodalmas hangulat várta a látogatókat a hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban. Első alkalommal rendezték meg a Kappan és Lakodalmas Fesztivált. 3000 adag lagzis ételt főztek, ami el is fogyott. Hatalmas volt az érdeklődés a program iránt. Lovaskocsin autentikus ruhában érkezett a menyasszony a Sóstói Múzeumfaluba, az első Kappan és Lakodalmas Fesztiválra. A rendezvényen Kárpát-medencei ruhákat, többek között ajaki menyasszonyi öltözetet mutattak be. A ruhák mellett az ételek is nagy szerepet kaptak, elsősorban azok, amelyek kappanból készültek. A kappan az nem más, mint egy megfelelő, irányított környezetben állatorvosi beavatkozással végzett ivartalanítás, aminek a hatására egy fantasztikus, zsírral átszőtt húsállományú egyet keletkezik, ezt hívják kappannak, évszázadok óta, de lehet, hogy az 1000 évet is megkockáztatom. Ez az eljárás és ebből a tartási környezetből származó kappan az fejedelmek, királyok, nagyuraknak az asztalán elengedhetetlen volt, ott szerepelt a főmenü között. Az egyik legismertebb ilyen kappanból készült étel a leves, a másik pedig a pörkölt. Ebben az 500 literes üstben például az utóbbit készítették. A főzése az hagyományos pörkölt recept, hagymás, piros fűszerpaprikás alapot csinálunk, egy kis lecsóval, és amikor készen van, akkor belerakjuk a hozzávalókat, a csirkecombot jelenleg, pontosabban kappancombot, alsó-felső, fölengedjük annyi vízzel, hogy ellepje, és szépen lassan főzzük. De a kappanok nem csak levesben és főételben jelentek meg a szombati rendezvényen. Elsősorban szeretném megemlíteni az ajakhoz kötődő menyasszony pogácsát és a bukta szeget. Egy nagyszerű leírásban találtunk rá erre a receptre. A menyasszony pogácsát csak és kizárólag a menyasszonyos háznál készítették. Ez azért nagyon érdekes, mert régen a lakodalom a vacsoráig, egészen a vacsoráig menyasszonyos és vőlegényes háznál történt. A menyasszony pogácsát kupattetővel szaggatják, egy egészen nagy pogácsa, ha valaki egyet megeszik belőle, én szerintem nagyon jól lakik. A bukta szeg a vőlegényes háznál is készül, egyfajta kalács tészta, amelyet felszeletelve akár a hivatlanoknak, csak bámészkodóknak is kínáltak a lakodalom alkalmával. Lakodalmas fesztivált többször szerveztek már a múzeumfaluban, ahol a különböző tájegységekre jellemző szokásokat elevenítették fel. Az esküvői hagyományok mellett most a kappanokat is szemügyre vehették az érdeklődők. A fesztiválon a cimbali band is koncertet adott. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Újabb határmenti együttműködési programokban vállal szerepet a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei önkormányzat, ezért is volt szükség az idei évre vonatkozó költségvetés módosításra, amelyet keddi ülésén fogadott el a közgyűlés. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke az ülésen bejelentette, a vármegyei önkormányzat 23 millió forintos kormányzati rezsitámogatásban részesült. A képviselők elfogadták azt az előterjesztést is, amely szerint az önkormányzat kiáll az országgyűlés békepárti határozata mellett. Együtt ünnepeltek a városlakók és a vadászok a hétvégén Ibrányban. Egyrészt 30 éve kapott városi rangot, 10 éve pedig járási központ a település. Másrészt a vadászok is szívesen találkoznak és tanácskoznak Ibrányban. Így szervezett közös programot az önkormányzat és a vármegyei vadásztársaság szombaton a településen. Igazi lakodalmas hangulat várta a látogatókat a hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban. Első alkalommal rendezték meg a Kappan és Lakodalmas Fesztivált. 3000 adag lagzis ételt főztek, ami el is fogyott. Hatalmas volt az érdeklődés a program iránt.
Május 30-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedden este kissé felhős borult idő várható, hajnalban kisebb eső is előfordulhat, a hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. Szerdán napközben verőfényes napsütés jellemzi majd az időjárást, a hőmérséklet a maihoz hasonló lesz, 24-26 fok között alakul. A hét további részében marad a nyár, eső nélkül és 25 fok körüli hőmérsékletekkel.